Az Ace Ventura premierjének 25. évfordulója alkalmából végig tekintettük Hollywood egyik legnagyobb kérdőjelének karrierjét, és hogy hogy lett a legjobban fizetett színészből számkivetett. Jim egyik azoknak az embereknek, akikről a komikusok úgy beszélnek, mintha teljesen más szintet jelentene. Olyan ez, mint amikor egy átlagos rockzenekar értekezik David Bowie-ról. Nyilatkozta 2018-ban Jude Apatow Jim Carrey-ről. Ha valaki látta Carrey Unnatural Act című stand-up specialjét, valószínűleg egyetértene vele. Egyszerűen nincs egy jó átfogó elnevezés arra, ahogy a komikus az egész testét bevetve szinte rajzfilm figurát csinál magából. Így nem csoda, hogy a popzene kaméleonjához hasonlóan a 90-es évek közepétől kezdve őt is szinte vallásos rajongás övezte, főleg miután színpadi és tévés szerepei után meghódította a gyöngyvásznat is. Csak egy példa, ő volt az első színész, aki egy szerepével 20 millió dollárt keresett, pedig saját bevallása szerint eleinte le akarta rombolni Hollywoodot. Aztán végül két évtizednyi sztárság után egyszerűen csak kivonult onnan. Ez már önmagában egy párját ritkító életút, és akkor még nem is szóltunk arról, hogy az álomgyár egyik legnagyobb nevettetője manapság a színészkedés helyett leginkább azzal tölti az idejét, hogy Donald Trump ellenes képeket fest, és egyáltalán nem vágyik arra, hogy blockbusterekben szerepeljen. Helyette inkább önmagát alakítja. A most neves tragikus sorsú önmagával meghasonlott főhőse kapcsán lehetetlen nem arra gondolni, hogy amit látunk, annak minden pillanata önéletrajzi ihletésű. Ennek, valamint az Ace Ventura állati nyomozó kereken 25 évvel ezelőtti premierjének kapcsán úgy döntöttünk, hogy itt az ideje, hogy végigvegyük a színész komikus kivételes karrierjét, persze szem előtt tartva azt, hogy, ahogy mondani szokás, a tényeket inkább a lexikonokban érdemes keresni. Jim Carrey 1962. januárjában született, egy hatfős család legkisebb gyerekeként. Saját bevallása szerint korán elkezdett verseket írni és érdeklődni a filozófia iránt, de emellett volt még egy szenvedélye, imádott másokat utánozni. Olyannyira, hogy 9-10 éves korára a repertoárja már közel 120 impersonációból állt, amivel minden alkalommal lenyűgözte nem csak a családját, de vendégeiket is. A szülei és testvérei pedig nem csak elfogadták, de bátorították is komikusi törekvéseit. Bár manapság már úgy gondolja, hogy elsősorban azért, mert rajta keresztül ez őket is különlegessé tette. A színész komikus eleinte csak élvezte a figyelmet, a humornak azonban hamarosan sokkal kiemeltebb szerep jutott az életében. Így tudta elterelni a figyelmet családjának egyre romló életkörülményeiről. Az anyja idővel a fájdalomcsillapítók rabjává vált, Carrey és testvérei pedig már tinédzserként is biztonsági őrként és vagy portásként dolgoztak iskola után az apjuk munkahelyén. A családfő ezt ellensúlyozandó, rendszeresen elvitte Carrey Toronto Comedy Clubjaiba. Eleinte nézőnek, hamarosan viszont ő lett a szabad mikrofonos estek titkos kedvenc. Kis idő múlva pedig már a stand-up legenda Rodney Dangerfieldnek és Buddy Hackettnek nyithatott a Las Vegas-i Caesars-ben. A fordulópontot mégis az jelentette karrierjében, amikor az In Living Color című kabaré műsor alkotója az Unnatural Act című stand-up specialjét látva, őt is castingolták a sketchekre épülő komédia sorozatba. A Fox szériája már csak azzal is történelmet írt volna, hogy egyáltalán elkészült. Ugyan voltak akkoriban hasonló szériák, de a 10 évvel ezelőtti Richard Pryor show-t leszámítva egy sem volt, ami a feketéknek szólt volna. A politikai öntudat és a hip-hop kultúráig visszanyúló gyökerek azonban szerencsére nem zárták ki egymást Carrey féktelen kreativitásával, így az által a megtestesített szereplők hamar a legnépszerűbbek lettek. A fontosságukat pedig jól mutatja, hogy Carrey nem csak Ace Ventura jellegzetes beszédstílusát, hanem a legendás Shaq felelnél jelenetét is innen hozta át. Ugyanakkor a hírneve ellenére sem volt garantált, hogy az állati nyomozó első filmje siker lesz. A rendező Tom Shediek például szinte összeroppant, mikor megtudta, hogy a korszak két legbefolyásosabb kritikusának, Gene Siskelnek és Roger Ebertnek nemhogy nem tetszik a film, hanem egyenesen gyűlölik azt. Miután pedig meglátta a végeredményt, saját bevallása szerint azt gondolta, hogy mindkettejük karrierjét tönkre fogja tenni. Ehhez képest a 15 millió dollárból készült mozi a produkciós költsége több mint hétszeresét hozta vissza világszerte, és kapásból sztárt csinált a gumiarcú nevettetőből, aki meg is nyerte vele a legjobb komikus alakítás díját az MTV Movie Awards-on. Az első Ace Ventura azonban csak egy elképesztő sikerszéria kezdete volt. Alig 5 hónappal később bemutatták a Maszkot, ami már 350 millió dollárt hozott globálisan, és bizonyította, hogy Carreynek nem csak egyszer volt mázlia, hanem tényleg imádják az emberek. Ugyanakkor a film sikere nem csak rajta múlt, az eredeti Dark Horse képregények sötétebb tónusa miatt a filmváltozatot legyártó New Line Cinema először azzal kereste meg a rendező Charles Russellt, hogy forgassa le az új Rémálom az Elm utcában, egy franchise potenciállal bíró horrort. Őt viszont taszította a forgatókönyv
erőszakossága, ezért visszautasította a lehetőséget, a script pedig utána évekig kézről kézre járt, míg mikor ismét hozzákerült, már inkább tűnt egy vígjáték alapjának. Csak ekkor vállalt el a rendezést, és ő volt az, aki kifejezetten Carrie-t akarta a főszerepre, pont a stand-upjainak fizikalitása, valamint elképesztő mimikája miatt. Hogy az utóbbihoz mekkora tehetsége volt, az talán semmi sem bizonyítja jobban, mint hogy a direktor állítása szerint közel 1 milliót spóroltak a speciális effekteken, mert nem volt olyan grimasz, ami nem ment volna neki. Az 1994 decemberében bemutatott Dumb és Dumber idejére Carrie fizetése az első tárgyalásokon kialkudott 350 000 dollárról 7 millióra duzzadt, jól mutatva, milyen meredeken ívelt felfelé akkoriban a karrierje. Annak megfelelően az Ace Ventura folytatása már kétszer annyit fialt, mint az első rész, ugyanakkor Carrie egyre kevésbé tudott mit kezdeni azzal, hogy nem csak ismeri őt mindenki, de sokan összemossák a valódi énjét a filmjeiben alakítottal. Emiatt pedig elhatározta, hogy ezentúl főleg olyan szerepeket fog vállalni, amik színészként kihívást jelentenek neki. A kábelbarát csípje totális ellentéte volt az addig rájellemző hiperaktív, magabiztos, de szánalmas figuráknak, emiatt nem is igazán értékelte a közönség, a Hantaboy kapcsán pedig még Ebert is arról panaszkodott, hogy lassan megkedveli őt. Hogy Carrie mennyire komolyan gondolta az imázsváltást, azt jól mutatja, hogy a Truman Show-nak már a marketingje is arra épült, hogy ez lesz az első drámai szerepe, ám sokkal több lett annál. Visszatekintve ugyanis a színész is profetikusnak tartja, hogy egy olyan karaktert alakított, aki meghasonlik a nyilvános és valós énje között, és a most neves Pickle úr Jeff dualitását sem nehéz párhuzamba állítani ezzel. Peter Weir médiakritikus sci-fi-je azonban még hiába helyezte a drámai keretbe humort, attól az még ott volt. Az egy évvel később érkező Ember a Holdonnak viszont már a könnyedebb pillanatai is áthatja a mélységes tragikum. A történtek ismeretében azonban ez nem meglepő, mivel az életrajzi film főhőse Andy Kaufman híres volt arról, hogy szinte sosem lépett ki karaktereiből, Jim Carrey az egyik legnagyobb rajongójaként úgy döntött, hogy a forgatáson ő is karakterben marad. A filmtörténet egyik legkülönlegesebb forgatását bemutató Jim and Andy The Great Beyondban a stábtagjai arról mesélnek, hogy Carrie-t végig Andynek kellett szólítani, és botrányt botrányra halmozott, őrületbe kergetve ezzel az egész stábot. Nem csoda hát, hogy bár a hónapokon át tartó method actingről felvét is készültek, a PR katasztrófától tartva a stúdió évtizedekig 7 lakat alatt őrizte azokat. A legmegdöbbentőbbek mégis azok a pillanatok, amelyekben a színész arról beszél, hogy akkoriban üresnek és boldogtalannak érezte magát, ezért kapóra jött neki, hogy belebújhat egy másik személyiségbe. Ez a fajta ki nem mondott magány ihlette meg Michel Gondryt, az egy makulátlan elme örök ragyogása rendezőjét is. A direktor ugyanis meglátogatta Carrie-t a Mindenható forgatásán, és bár visszaemlékezései szerint a színész a felvételek során végig elképesztő fordulatszámon pörgött, a szünetekben magára hagyatottnak tűnt. Gondry pedig azt mondta magának, hogy ezt valahogy meg kell örökítenie. A végeredmény a színész talán legérettebb és legérzékenyebb alakítása, bár az Oscar jelölést végül nem ő, hanem filmbéli partnere Kate Winslet kapta, ez semmit sem volna az érdemeiből. Utána viszont, mintha eltört volna benne valami. A 23-as számban és a Sötét bűnökben nyújtott drámai alakításaiból hiányzott az igazi mélység, és az Igen embert leszámítva már a vígjátékokban sem emlékeztetett régi önmagára. Abban pedig, hogy színészként a felszínen maradjon, valószínűleg az sem segített, hogy még magához képest is egyre különösebben kezdett viselkedni. Szürreális, egzisztencialista fejtegetésekbe bocsátkozott a New York-i divathét vörös szőnyegén, Donald Trump ellenes képeket kezdett festeni, és akkor az ex-barátnője öngyilkosságában játszott, vélt vagy valós szerepét nem is említettük. Ilyen előzmények után a szintén Gondry közreműködésével készült sorozat a most neves visszatérés helyett sokkal inkább tekinthető egyfajta karrierösszegzésnek, míg Pickles úr ártatlan derűje megtestesíti az Ace Ventura vagy a Dumb és Dumber kicsattanóan szórakoztató Jim Carrey-ét, addig az elvált férj és gyászoló apa Jeff mintha kései szerepeinek egyfajta összegzése lenne. És bár Pickles és Jeff egyetlen személy két fele, még sincs átjárás közöttük, egyszerűen nem létezhet ilyen, mert rabjai vagyunk a külvilág felé mutatott szerepeinknek, és ha egyszer elkönyveltek minket valamilyennek, onnantól kezdve nincs visszaút. Ez a fajta keserű élettapasztalat ott bujkál a legendás gumiarc barázdáiban, és szavak nélkül meséli el a Pagliacci vicc csattanóját. Emellett viszont Carrie lesz a készülő élőszereplős Sonic, a sündisznó rossz fiúja, azaz Dr. Robotnik is, ami évek óta az első nagy költségvetésű mozia, viszont épp ő maga igyekszik hangsúlyozni, hogy ez nem jelent semmit. Manapság mindent csak egyfajta kísérletként fog fel, amit ha ő vagy a közönség élvez, akkor jó. De igazából akkor sincs baj, ha nem, majd jön más. Abban viszont már egyáltalán nem vagyunk biztosak, hogy belátható időn belül lesz még egy olyan színész komikusunk, mint ő. Nektek mi a véleményetek Jim Carrey-ről? Melyik a kedvenc alakításotok tőle? Ne habozzatok megosztani velünk a kommentek között, és ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel ránk. Sziasztok! I
Isten!